A mai témánk egy olyan téma, amihez szintén mindenkinek van valami mondandója, jó tanácsa, hozzáfűzni valója, és ez nem más, mint a vállás. Engem is váratlanul ért a szituáció, hogy ezzel nézzünk szembe. Igen. Tehát nem az volt, hogy egy pár beszéd történt, aminek a következtében tudomásról vettem, hogy mi történik, és akkor most ezt a gyerekeknek valahogy közölnünk kell közösen, hanem engem is váratlanul ért. Nekem például nem volt meglepetés a vállás. Szóval egyáltalán nem volt meglepetés, törvényszerű volt. Nálunk speciális volt a helyzet, mert én szerettem volna elválni, a volt férjem nem érezte annyira, vagy ő nehezebben hozta volna meg ezt a döntést. Egy biztos, bármelyik fér is sértett, a másikat meg akarja tiporni. Most ezt a korszakot éljük. Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez az Egy ritmusban podcast, a Palikék világa csatornán. Én Ábel Anita vagyok, és akik rendszeres nézőink, azok megszokhatták, hogy mindig egy nagyon fontos és hát örök aktuális témát hozok ide szombatról szombatra, és igyekszem a hölgyvendégeket különböző generációból kiválasztani, ez ma sincs másként, és nagyon remélem, hogy a beszélgetés végére nem csak otthon ti, vagy akárhol nézitek, vagy hallgatjátok ezt a podcastet, egy ritmusba kerülünk, de az itt jelenlévő hölgyek is. A mai témánk egy olyan téma, amihez szintén mindenkinek van valami mondandója, jó tanácsa, hozzáfűzni valója, és ez nem más, mint a vállás. Vendégeim ma a csodálatos Oswald Marika, aki a 60 pluszos korosztályt képviseli. Hát, de a 60 pluszosokat is képvisel, drága Marika, tehát az idősebb generációból. És hát Marika egyszer volt férnél eddig, és... Kétszer, de nagyon szoros kapcsolatot ápolsz. Egyszer voltam ugyanannál, tehát kétszer. Kétszer voltál, de ugyanaz az ember. Igen. Ez is egy érdekes helyzet. A 30-asokat Nagy Melanie képviseli. Sziasztok, nagyon köszi, hogy eljöttél. Nálad kicsit speciális a helyzet, hiszen akkor ismert meg az ország, amikor váltál. Tehát tulajdonképpen a vállásod kapcsán lettél. Érdekes, igen, a téma, köszönöm szépen. Én magam a 40-50-es korosztályt fogom képviselni, én is túl vagyok egy válláson, úgyhogy nekem is van tapasztalatom, és vendégünk nem utolsó sorban Gönczi Dorka, vállási szakértő, mediátor, a vállótársas előadás megalkotója, ami egy improvizációs színházi játék. Ezt mondom úgy, mint a semmit nem tudnék róla. Hát játszol benne. Igen, játszom benne, de nem azért vagy itt, hanem tulajdonképpen ez a szakterületet, hiszen ez a fő foglalkozásod, hogy mediátorként veszel részt a vállásokban. Egy kis adattal fogom kezdeni, hogy ma Magyarország hogy áll, mert legalábbis én azt érzem, hogy itt a társadalmon belül azért van egy nagyon nagy megosztottság. Az egyik ember azt mondja, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy valaki elválik, a másik része meg az, hogy ez egy ördögtől való dolog, és igenis bármi áron, de egy házasságot egyben kell tartani. Na hát ehhez képest képzeljétek el, hogy ma Magyarországon évente átlagosan 18 ezer vállást jegyeznek, 2022-ben az elvált magyarok száma átlépte az 1 millió főt. Tehát bármennyire elítéli a társadalom, vagy véleménye van róla, azért nagyon sokan döntenek amellett, hogy külön folytatják az életet. Marika, te mondtad ugye itt az elején, hogy kétszer voltál férnél, de ugyanahhoz az emberhez. 8 évig jártunk együtt, és utána rá másfél évre el is váltunk. Mert érezni lehetett, hogy a életszemléletbeli különbség van, de nagyon szerettük egymást, és a mai napig is nagyon szeretjük egymást. És aztán egy idő eltelt, és rájöttünk, hogy hiányoztunk nagyon egymásnak, úgyhogy aztán még 15 évig együtt éltünk, vagy nem tudom mennyi ideig. Úgyhogy a második válásra már semmi gond nem volt, mert ott már nem kellett elválni. Mert ott De igazából mi templomba esküdtünk, ő mostanáig is engem tart a feleségének, én is őt tartom a férjemnek, tehát csak ugye szokták mondani, hogy jobban rosszban együtt. Hát mi úgy döntöttük, hogy így lesz a jobb. és de abszolút megmaradt a kapcsolat, a szeretet,
mert szerintem, hogyha ha valaki két ember szereti egymást, az nem múlik el nyomtalanul. Tehát akkor az átalakul tisztelet, becsülés a másiknak, a megbecsülése, arról nem beszélve, hogy közös a gyerek. És az nagyon összeköti a párokat. Érdekes, hogy ugye te egy idősebb generációhoz tartozol, így gondolod, de azért ez nincs mindig így. Tehát, hogy ugye 8 évig éltél együtt valakivel, aztán másfél év után összekötöttétek az életet, másfél év után elváltatok. Tehát 8 év alatt az életmódbeli különbség az nem ütközött ki? De abszolút kiütközött, de annyira erős volt a vonzalom, meg a szeretet. A szeretet, hogy nem... Csak az életstílus más, szétvitt bennünket. Azért ez ritka, mert ha mondjuk így csak a környezetemben nézem, akik elváltak, nem minden esetben van ez így, hogy megmarad ez a fajta kapcsolat, vagy ez a fajta kötődés. Igen. És akár itt van Melanie példája, aki hát, hogy mondjam, egy ország kísérte végig a ti válásatokat. Sajnos, igen, ezt hozzátenni. Igen, sajnos, persze, hát ez, szerintem ezt nem is kell hozzátenni, de valóban így van. És hát nem tudom, mennyire rendeződtek mostanra a viszonyok, és nem is akarok ebbe belemenni, hogy ti hogy váltatok, de ott azért nem egy békés helyzet alakult ki. Nem. Miközben azért nagyon kicsik voltak a gyerekek, ugye? Nagyon, hát a kisfiam az így éppen 1, a kislányom pedig éppen 4, tehát nagyon-nagyon picik voltak, és azért ez merőben megnehezítette a történetet, és itt, ahogy itt utaltak már előttem, ugye, hogy amikor kisgyerekek is vannak a történetben, és közös gyerekek is szereplői ennek a válásnak, akkor az merőben megnehezíti a dolgot. Én ezt, tehát nyilván sokkal másabb szempontból értékeli a helyzetet valaki, ha nincs egy életre szóló kötelék kettőnk között, sokkal könnyebb elengedni, vagy feldolgozni. Mondom ezt most én innen. De 2,5 év távlatában, vagy talán már több is, most pontosan én nem tudom, hogy mikor is történt, de azt tudom mondani, hogy ha nem is rendeződött a kapcsolat, de az indulatok azok mindenképpen csitultak, és azért ilyen távlatból már sokkal távolabbról tudja az ember szemlélni a történteket, önreflekciót gyakorol az ember, átértékel, átgondol dolgokat, de ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy ez egy példaértékű és egy ritka eset, inkább azt mondom, hogy talán az én környezetemből kiindulva egy ritka eset, amikor ez a fajta szeretet és tisztelet meg tud maradni. És hát azért arról is se feledkezzünk meg, hogy ugye a roma hagyományokban azért a vállás, mint olyan, az még inkább egy, hát nem egy megszokott dolog, amikor két ember úgy dönt, hogy akkor külön folytatja, sőt, mondhatom azt, hogy ott nem csak a gyerekekre kell figyelni, hanem ott azért a szülők, nagyszülők is, hát mondanak itt életet mondanak egymásra. Abszolút. De azt kell, hogy mondjam, hogy azért most a saját családomról beszélek, hogy azért lazultak ezek a fajta elvárások, amiknek úgymond meg kell a fiatalabb generációnak felelni. Főleg a mi esetünkben azért nyilván mi is egy hagyományőrző roma család vagyunk, de belátják azt, hogy ha valami nem működik, akkor azt nem kell erőltetni, amikor már tényleg átesik a másik oldalra az élethelyzet. Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok ebben a tekintetben, mert rám ilyen fajta nyomás nem nehezedett. Úgyhogy én ezt tudom így innen elmondani. Sok minden más megint. De ez a de egy vállás sosem, igen, egy vállás azt hiszem, hogy sosem egyszerű. Nem jöhet főleg, jókor. Nem, ez így van, és az ember nem is így tervezi, amikor kimondja az igent, igen. Hogy ez a házasság esetleg zátonyra fut, vagy nem együtt fogják leélni az igen, életet. Igen, de azt meg kell, hogy mondjam, hogy azok a dolgok, amik a kezdet-kezdetén érezhető különbségek, azok nem fognak megváltozni. És arra figyelni kell. Tehát én például, nekem például nem volt meglepetés a válás. Szóval egyáltalán nem volt meglepetés. Törvényszerű volt. Uh-huh. És
Én azt tapasztaltam, hogy az igazi erős kapcsolat az úgy alakul ki, hogy nem az a fellángolás, hogy most két hét után csodálatos ez a nő, csodálatos ez a férfi, kössük össze az életünket, és együtt leérjük, mert akkor úgy érzik, hanem kell egy bizonyos időnek eltelni, hogy kialakuljon egy barátság. És amikor a barátság, igazából amikor a barátság kulminálódik szerelembe, akkor az mindig tartósabb dolog. A másik tanácsom nekem ezzel kapcsolatban, amit én mindig is szem előtt tartottam, a 14 éves koromban egyszer beírta valaki, volt egy ilyen emlékkönyv, tudod, amiben mindenki beírt valamit. És be volt írva, és azt már 14 évesen éreztem, hogy annak nagyon nagy igazsága van, hogy ha valakiben csalódsz, soha ne a másikat hibáztasd, hanem saját magadat, mert rosszul ítélkeztél, rosszul döntöttél. Vagy szokták mondani, mindenki olyan virágot szagol, amilyet tép. Tehát, hogyha ezeket... Ez intelligencia kérdése egy bizonyos fokig, meg egy egészséges önbizalom, hogy ezeket a nehézségeket az ember úgy tudja túlvészelni, hogy ne rokkanjon bele, hogy ez lásson az ember ebből kiutat. Hát és akkor most itt nézek rá, Dorka. Nyilván egy válláshoz nagyon sok minden vezet. Rengeteg párral találkoztál az eddigi utad során. Szerinted mi az, ami lehet egy ilyen általánosságot, ami szinte mindenkinél előfordul, illetve akár Marika gondolataira is, ha rácsatlakoznál, megköszönnék. Rácsatlakoznék Marika mondataira, mert hogy abban volt egy nagyon érdekes gondolat, hogy először legyen egyfajta ismerkedés annak a két félnek, és utána az valóban egy magasabb szintre tud emelkedni. Én azt mondanám, hogy akiket látok ügyfeleket, és eseteket, és házasságokat, ott azok, és ezt kutatások is igen vastagon alátámasztják, azok a párkapcsolatok, amelyek egyébként előzetesen már együtt élnek egy ház tartásban, de még nem házasok, sokkal kisebb százalékban válnak el, hogyha egyébként arra adják a fejüket, hogy összeházasodnak, mint azok, akik egy ilyen nagy, hirtelen fellángolásból kifolyólag összeköltöznek, összeházasodnak. Általában a második évnél van egy ilyen bukóforduló, ott addigra elfogynak azok a hormonok, az a lilaköd vagy rózsaszín, ki minek nevezi, aminek következtében, amikor a második évre ráfordulnak a párok, akkor történik egy törés, ott már válás van, és a következő, hogyha ezt megúszszák, akkor az a 14. év környékén történik, és most itt nem keverném bele a 7 évenként újra cserélődnek a sejtek, és sorolhatnám ezeket a topikokat, vagy hiedelmeket. Egyébként valóban ez nem is hiedelem, hanem ez tényleg így van, hogy megváltozik az ember szervezete 7 évenként, de minden esetre az emberek, akikkel én találkozom, nagyon sokszor úgy mesélik el az úgynevezett anamnézisben, amikor külön-külön beszélgetünk velük válás során, hogy nem is volt szerelem a másik iránt bennük, hanem volt valami vonzódás, és ők azt gondolták, hogy ez szerelem. És nagyon könnyen mondtak igent, akár a pap előtt, vagy akár az anyakönyvvezető előtt, és menet közben derül ki, hogy abszolút nem ugyanazt gondolják az életről, nem ugyanaz az értékrend, pláne, hogyha mondjuk egészen más ritmusa van a párnak, az egyik az éjszakában dolgozik, a másik meg a nappalban, mert mondjuk irodista, akkor ott hiába azonos az értékrend, szét fognak menni, mert ez mindkettőjüknek egyébként elemi érdeke, hogy együtt legyenek, de nem tudnak. Nyilván most ugye nincs itt egy férfi, és sokszor azért szoktuk itt a kommentekben megkapni, hogy meg kéne hallgatni a férfiakat is, úgyhogy most erre itt nincs lehetőség, mert ebben a témában azért lehet, hogy egy férfi vélemény erőteljes lenne, de mi nőként, vagy én legalábbis a saját vállásom kapcsán azt érzem, mondjuk nálunk speciális volt a helyzet, mert én szerettem volna elválni, a volt férjem nem érezte annyira, vagy ő nehezebben hozta volna meg ezt a döntést, de mégis a nők azok, akik legalábbis én azt gondolom, hogy egy kicsit erősebben ragaszkodnak a házasság
intézményéhez. Te mit látsz, mit tapasztalsz? Egy férfi könnyebben lép ki, hoz meg egy döntést, vagy inkább egy nő, illetve mik a válókok? Egy harmadik megjelenése, egy elhidegülés, egy százféle. Százféle. Ezt nem lehet meghatározni. Én pármat azért kihúznék ebből a százféléből, és tök igazad van, Marika, mert rengeteg oka lehet. De egyrészt nagyon érdekesen megváltozott én mediátor szemmel azt látom, megváltozott a világ abból a szempontból, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt nagyon nagy számban nők kerestek meg bennünket, vagy mediátorokat. Nem tudom, én magunkról tudunk beszélni. Egyébként fontos, hogy én másodmagammal mediálok, tehát az én társam Varga Zsolt, mi ketten mediálunk, és ebben hiszünk, hogy egy férfi és egy nő jó, ha ott van. És korábban nők kerestek meg, de nem azzal a céllal, hogy válni akarnak, hanem azzal, hogy szeretnék helyrehozni a házasságukat. Elég nehezen lehetett a férfiakat nyakon vagy fülön csípni és elhozni a mediációra, többnyire sikerült, de az utóbbi egy évben, és pont most néztem vissza az e-mailjeimet, 17 olyan levél váltás történt az elmúlt hetekben, 17 ügyfélpár férfi tagja keresett meg, talán egy kivétellel, tehát 16 férfi írt rám, hogy szeretne jönni azért, hogy a feleségével megmentse a házasságát, de az érdekesség az, hogy nagyon nagy százalékban a nők adják be a válókeresetet. Ennek a mediációnak az ellenére is. Tehát eljönnek, eljátszák, hogy együttműködnek a férfival, és tulajdonképpen beadják a keresetet. Egyébként ilyen... én ezt pont fordítva gondolnám, nem? Nem, nagyon megváltozott szerintem a világ, és lehet, hogy most nagyon sok elkeseredett férfinek a levelét olvasom, ezekkel a segélykérő levelekkel, hogy segítsünk, mert szeretné megérteni a férjét, de ez nyilván esetektől függ. Hát meg nyilván van saját tapasztalatod, és abból egyértelműen lehet, hogy már teljesen más oldalát. Abszolút, meg nyilván mindenki saját szituáció. Igen, és azért jó, hogy ezt mondod, mert abban a pillanatban, ahogy mondjuk valakiről kiderül, és most mindegy, hogy ez egy ismert ember, vagy egy hétköznapi foglalkozású, mindig rögtön elindul egy nő hibáztatás. Legalábbis én ezt éreztem. Na, hogy biztos ő. Addig jó volt, amíg én kerestem és güriztem, most már itt a nagy emancipációba magára talált, és akkor akarja járni a saját útját. De hát akkor ezek szerint ez nem mindig így van. Igen, én egyébként nem vagyok sem női, sem férfi párti, különösen azért nem, mert mediátorként nem foglalhatok állást egyik fél mellett sem, de azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi év, jó pár évben, amit látok mediáció során, sajnos nagyon sok esetben megérik a nők a pénzüket, ezt vállalom, sokkal többet játszmáznak még a mediáció során is, mint a férfiak, és az elkeseredett férfi, aki tényleg odajön őszintén, és ezt nem csak én mondom, hanem társam Zsolt is látja a férfi szemével, az az elkeseredettség az olyan, hogy ők mindent megtennének azért, hogy ez a házasság még találjon valami erőforrást, vagy találjanak benne, és nagyon sok esetben a nők a fű alatt meglépik azokat a lépéseket, amelyeket a végén a férfi elé tárnak meglepetésként, ilyenkor kerül elő az, hogy már beadtam a keresetet, bocs. Tudod, ezért... hogy mit vettem észre? Jó sok esetben, hogy még a régi világban, az én koromban, ott úgy volt, hogy engem is a szüleim úgy neveltek, hogy nem számít, csak a szeretet számít. Most ebben a világban, ebben az anyagias világban sok nő, azt tapasztalom, hogy nagyon nagy elvárásaik vannak a férfivel szemben, tehát ők elvárják, hogy a férfi eltartsa, lábai elé tegyen mindent, utaztassa, ne legyen dolga, jöjjön a takarítónő, a gyereket majd a pesztraccal, ilyen elvárásaik vannak a nőnek. Tehát sok esetben érdekházasság kötődik, a nők keresik azokat a férfiakat, akikből úgy érzik, hogy ők majd őt patronálják. És nem a szeretet a lényeg, tehát nem a szeretet, nem a szerelem, hanem sok esetben a megélhetés. Azért a férfiaknak is vannak a nőkkel szemben nagyon kemény elvárásai. Igen, de egy idő után aztán kiderül, amikor már összeházasodnak, hogy az, a pénz az kevés. És hogyha nincsen szeretet, szerelem, akkor elkezd izegni, mozogni, és akkor beadja a vállópert, mert majd keresi a másik megoldást. Te mit gondolsz erről? Az én esetem annyiban speciálisabb egyébként, hogy itt most magáról a válásról beszélünk, hogy mi hivatalosan nem voltunk összeházasodva. Nálunk így a
roma hagyományokat tekintve, hogy akivel először úgymond összeköti az ember az életét, és megszüli az első szülött gyermekeidet, és sok-sok évet éltek együtt, a mi esetünkben majdnem 8 évet voltunk együtt, tehát ott a közösség az férj és feleségként tekint rá. Úgyhogy én ilyen minőségben is hivatkozom a gyerekek apjára. Tehát ebben a tekintetben nem volt ez a hivatalos válaszunk. Természetesen nekünk is volt jogi értelemben a bíróság előtt elrendezni valónk, hiszen a gyerekek esetében is sok mindent tisztázni kellett és meg kellett beszélni. Illetve hát ugye 5 év után már jogilag is... Igen. Annak számítunk, úgyhogy így ehhez a részéhez ennyit fűzni hozzá. Nem akarok ilyen nagyon feministának hangzani, de azért annyira nem tetszik, amit ott emlegesznek. Lehet, hogy ezt bizonyítják, hogy te csak a számokat mondtad, de hogy most már azt érzem, hogy kezdünk egy olyan irányba elmenni, hogy itt mindjárt nem tudom a férfiakat. Tehát, hogy én ezt egy kicsit így egyensúlyba hozni, igen, hogy nem biztos, hogy itt most a nemek a lényeg, hanem azt, hogy ember, és hogy egy olyan irányba tolódik a világ, ahogy a Marika is említette, ahol nem a szeretet, vagy az összetartozás az elsődleges cél, vagy hogyha válságba kerül egy kapcsolat, engem ez zavar leginkább, amit látok magam körül is, hogy nem arra törekednek a párok, hogy megpróbáljuk megoldani. Én ezt most a saját tapasztalataimból mondok, hanem rögtön az első megoldás, hogy akkor válunk, és keresek valaki mást. Jó, de meg kell nézni, hogy mi a probléma. Tehát ha két ember elhidegülése, nyilván az azért még orvosolható, ha belép egy harmadik, és bármelyik meghűl, akkor ott azért nagyon nincs út, hiszen az erről érzelmeket, igen. Erről tudok mesélni. Vannak ilyen esetek is, igen. Én most nem általánosságban egyébként beszélek. Soha, amikor a gyermekeid édesapjával együtt voltál, nem érezted azt, hogy valami gond van köztetek? Tehát, hogy ez már azért nem olyan, ezen javítani kéne. Esetleg a gyerekek, mivel kicsik voltak. A 8 év alatt nyilván voltak hullámvölgyek, amiket megoldottunk, meg túlléptünk rajta, de én mindig, tehát hogy én valahogy úgy gondolkodtam, hogy ennek nincs vége, tehát hogy annyira szoros az összetartozás és a szeretet, hogy mindig mindent meg tudunk oldani. De köztetek, vagy a családnak a létformája miatt? Minden értelemben, minden tekintetben, minden formában, és abban az időszakban én valóban nem éreztem azt, hogy ott konkrétan történt volna valami eset, vagy valami olyan irányba tartanánk, hogy. De ez megint egy érdekes eset, és azt gondolom, hogy a Marika is itt utalt az elején arra, hogy amikor tehát, hogy nagyon különböző típusú emberek próbálják összekötni az életüket, és összeegyeztetni. Például egy művész ember, aki az éjszakában éli az életét, vagy aki színházban éli az életét, egy úgymond ehhez képest egy hétköznapi civil életet élő másik emberrel. Tehát ez is okozhat olyan gondokat és problémákat hosszú távon, amik aztán csak kiforják magukat, hogy nem összeegyeznek. Nagyon fontos a bizalom. Most nem is a féltékenység részére, hanem a más életritmusra. Tehát, igen. Hogy, jó, de tudtad. Tehát, pont ezt akartam, igen. Felőlem az irány, hanem úgy általánosságban próbálom ezt megfogalmazni, hogy ez is nagyon fontos, itt talán az első mondatod ezzel indult, Marika, hogy van, ami lehet, hogy előre borítékolható, de az ember saját magának sem. Megvárja azt a pontot, amíg elérkezik. Igen. És a végsőkig azt gondolja, hogy de nem, mert a miénk az más lesz. A belünk ez úgysem. Majd az én esetemben máshogy fog történni, és aztán kiderül, hogy nem. Mondja történet. Hát, hogy alapvetően az ember sok esetben, vagy egy párról nagyon sokszor kiderül az előzetes beszélgetésekkor, hogy nem gondolták végig, hogy az az ember, akit ők, aki megtetszett nekik, az egyébként lefedi-e azt az igényrendszert, ami bennük egyébként megvan, mert hogy ilyenkor, amikor ismerkedünk, akkor hát erre mondtam ezt a rózsaszín ködöt, ez is egy teljesen létjogosult valami. Abszolút hajlamosak vagyunk hozzáhajlítani a teret és az időt ahhoz az emberhez, akit felruházunk olyan tulajdonságokkal, ami egyébként menet közben kiderül, hogy nincs.
És ezt magunknak bevallani menet közben sokkal fájdalmasabb, ezért szépen azt játsszuk, mint a gyerekek, hogy ha becsukják a szemüket, akkor azt gondolják, hogy nem látják őket, és az előbb-utóbb kidugja magát valahogy ebből a történetből. Hozzáteszem, hogy a bizalom, amikor te azt mondod, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát amikor neked nem vetődött föl az életedben, hogy mi baj lehet a párkapcsolatodban, az nyilván abból fakad, hogy ős bizalommal voltál a társad, a volt férjed felé. Mondom, nyilván az ember végig gondolja, megmondom, tehát hogy szerintem ez teljesen normális, hogy mindenféle problémával szembenéz egy pár, de való igaz, hogy én magamról különösképpen azt gondolom, hogy egy ilyen rendkívül bizalmat szavazom, érzek, szavazok mindenkinek. Igen. Tehát addig, amíg valaki nem játssz el a bizalmát velem szemben, addig én megszavazom azt a típusú bizalmat. És ezt főleg azok az emberek, akiket nagyon szeretek, és nagyon közel érzek magamhoz, azok ezt... Volt olyan, és most ezt mindenkitől kérdezem, és akkor válaszolok majd én először a kérdésre, amikor leültetek így a vállás távlatából, és megkérdeztétek magatoktól, hogy mit rontottatok el? Mert azért nyilván ez két emberen múlik, tehát nem lehet mindig a másikra húzni ezt 100%-osan, hogy ő miatta, mert ő lépett félre, mert ő hűlt ki, hanem magamba is kell nézni, és ez egyfajta fejlődés, hogy magamba nézzek, hogy én mit nem tettem meg ezért, mit tettem meg ezért, és én hol hibáztam, ha ezt hibának lehet nevezni, de én nem szeretem ezt a szót használni, mert mindig az éppen adott fejlődési szinteden reagálsz dolgokra, tehát akkor a legjobb tudásod szerint cselekedtél, vagy hoztál meg egy döntést, de kell szerintem egy ilyen önvizsgálat, hogy én nálam hol ment el ez a dolog, vagy én mindent megtette. Én például tudom, hogy az első házasságomban én mit hibáztam, és igyekszem ezt kisebb-nagyobb sikerrel nem átvinni a mostanira, de tudom azt, hogy milyen döntéseket nem hoztam meg, vagy miben nem fejlődtem. Tehát én egy nagyon komoly önvizsgálatot tartottam, pontosan azért, mert amikor még egyedülálló voltam, nem akartam ezt átvinni a következő kapcsolatomban, azért reménykedtem abban, hogy lesz, de tudom azt, hogy ez egy nagyon, nagyon fájdalmas, és sokszor nem egy túl jó tükör volt, amiben én belenéztem. Nálatok volt ilyen? Tehát te leültél mondjuk Melanie, és megkérdezted magadtól? Abszolút, és mindenkinek is javasolnám ezt, és azt gondolom, hogy enélkül nem is lehet úgymond új életet kezdeni. Tehát, hogy ez kell ahhoz, hogy a gyász időszaka után, én azt nem tudom, hogy pszichológiai szempontból... Én ugyanígy hívom, szerintem ez egy gyász, persze. De hogy azután erre mindenképpen szükség van, és talán itt utaltam is a beszélgetés elején erre az önreflekcióra, hogy enélkül nem tudott folytatni az életet. Legalábbis én azt éreztem, hogy meg kell kapnom magamtól ezeket a válaszokat, nekem kell megkeresni a válaszokat erre, hogy amiket itt említettem. És megtaláltad? Én azt gondolom, hogy igen. Én nagyon sokat dolgoztam ezen. Sokszor a mai napig azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok, amikor úgy eszembe jut, hogy igen, ezt a jövőben figyelnem kell, hogy ez másként működjön, és máshogy lássam, máshogy döntsek, észrevegyek jeleket, tehát hogy abszolút. Marika, az, hogy te tulajdonképpen nem mentél újra férhez, mondjuk ugyanahoz az emberhez, de utána, igen, amikor utána vége lett ennek a hosszabb kapcsolatnak. Nem találtál olyan társat, vagy nem is kerestél? Nem kerestem. Hát biztos, hogy jelentkező lett volna. Hát ebben biztos vagyok. Nem, nem. Igen, én is így gondoltam, hogy vagy összejön, vagy nem. Nem ezzel a dologgal egyáltalán nem foglalkoztam. Én kos vagyok, és én szóval... amit kérdeztél az előbb, hogy átvizsgáltam-e, hogy mit rontottam el, hogy rontottam el, persze az ember tudja, hát tudja az ember, de én úgy nem változtattam volna, én ilyen vagyok. Nem, ezzel én nem nagyon foglalkoztam ezzel a dologgal, és aztán amikor már egyedül voltam egy ideig, megszenvedve azt az időszakot, amikor az ember tényleg, hát az nem egy kellemes dolog, hogy elválok, még akkor se, hogyha mondjuk azt mondja az ember, hogy én nem bírom tovább, vagy valami, ja, akkor is fájdalmas. És aztán utána elkezdtem magam nagyon jól érezni a bőrömbe.
Szóval nagyon jó voltam. Szükségem volt az önállóságomra olyan értelemben, hogy én ugye a saját lábamon állok, és szükségem volt az egyedül létre. És aztán ez úgy maradt, és akkor már nem kacsingattam én erre vagy arra, de én nekem akkor már benne voltam én a korba. Tehát tudod, már elmúlt a hormonzavar. De Marika, szerintem kortált, de még most is bekopoghat egy jó vágású. Ivar érettség, megvan annak is, tudod, meg 14 éves korra körül az ember. Ivar érettség, igazából nem is igen. Ugyanúgy, mint a növények, hogy van egy termési időszak, hát az megvolt nekem. Aztán alakint. És akkor utána már ez nem annyira sokkal, de én fiatal koromban is úgy voltam, hogy engem az élet éltett. Tehát nem az, hogy van-e mellettem férfi, vagy nincsen mellettem férfi, vagy valami. Én egy önálló saját személyiség vagyok, aki jól érzem magam társaságban, férfiak körében, rendben van, de ugyan nekem az nem kellett, hogy én azt mondjam, hogy én most akkor mellettem ott lakik. Mellettem egy férfi, és akkor én mondom neki, hogy most persze az jó lenne, tudod? Olyan szempontból jó lenne a férfi, de már pénzésen talán olyan embert, aki segít azokban a dolgokban, amikben egy férfi segít. Hát egy jó kertész. Szóval nincs bajom, mert ha valami problémám van, akkor ott vannak a férfiak, akik azért segítenek én nekem, meg a volt férjemet is fölhívom, és most mit csináljak, mondjon ma meg, hogy melyik autót vegyem meg. Hogy azt látom, hogy van benne egy ilyen kettőség, hogy egyrészt beszéltél arról, hogy a régi világban is igen a tisztelet, és hogy figyelni kell, miközben egy baromi önálló nő voltál, aki vágyott arra, hogy a saját lábán álljon, hogy ne legyen egy kiszolgáltatott helyzet, vagy valahogy ez a kettősség, amit nyilván hoztál a szülőktől, az előtted lévő generációból, mert igen, azért még az én anyukám is azt mondta, hogy azért, hát úristen, ebben a családban még nem volt vállás, mondtam, majd most igen, lesz. Én se akartam, igen, de tudod, hogy de ilyen, hogy, mondom, kos. Igen, valami, de azért mondom, hogy benned ez a kettő. Egy mondat elég, hogy azt mondjam, hogy na, elég. Na, de benned ez a két érzés, vagy két nagyon erős, elementáris erő kavarok, hogy egyrészt vágytál is arra, igen, és vágytál igen, az önállóságra. Igen, is. De megvan a jó kis kapcsolat, és megvan az önállóság, érted? Igen. Tehát nálam ez így alakul. Jó, hát ez talán nem is nagyon agyaltad túl. Tehát, hogy igen, én nem agyaltam ez túl. Ez baj egyébként, hogyha túl agyaljuk? Nem, ösztönből voltam. Igen, tehát, hogy de itt nagyon jól látszik, és értsd jól kérlek, a generációs különbség. Tehát mondjuk a mi szüleink biztos, hogy nem agyaltak el, és nem jártak pszichológushoz annyit, amennyit mi. És ez a túlagyalás sok esetben kontraproduktív tud lenni. Uh-huh. Hozzáteszem az ösztönök, meg a természetesen, ahogy élek és érzem a világot magam körül, az a fajta életszemlélet, az nagyon sok esetben, és a saját életemre is, ha gondolok, sokkal könnyebbé tette volna az életemet, hogyha nem agyalok valamit túl, mert mindig feltételezi az ember, hogy a másik hogy gondolkozik, és az egyáltalán nem biztos, hogy mindig úgy van, hogy az a másik ember hogy gondolkozik. És egy párkapcsolatban rengeteg ilyen félrehallás van, mert azt gondoljuk, hogy a másik biztos azt akarta mondani, hogy. És ez egy millió esetben okozza azt a fajta konfliktust, amitől szétmehet egy házasság, mert egy idő után már csak az lesz, hogy vekengenek benne a felek. Igen, de még ez is lesz, hogy megbeszéljük. Mit kell ezen túl beszélni? Mit kell beszélni? Érzi az ember, igen, hogy mi most akkor megbeszéljük, hogy most akkor hónaptól kezdve úgy van, és akkor csak oké. Okay. És akkor tartja magát az ember egy ideig, tartja, aztán megint. Megint. Szóval nem kell sokat dumálni. Sokat dumálni. Érezni kell, meg kell. Azért mondtam, hogy sok esetben az intelligencia az, ami rávezet arra, a tolerancia kell, de hogy most ez helyes ez az út,
egy irányból lehet egy kicsit úgy csúsztatni, vagy már hagyjuk a francba az egy. Ki nem mond. Egyébként a férfiak azért nem is nagyon szeretnek túlbeszélni, hogy lelkizni a nőkkel, mert eleve az a mondat, és nem akarom nyilván közhelyessé tenni, hogy szíven beszélnünk kell, ez egy férfinak olyan, mint amikor falhoz szögezik gyakorlatilag tenyérnél fogva, hogy most este mi lesz, mert biztos olyan dologról kell beszélni, amiben ő hibázott, amiben valami elmaradása van, és a nőtől jönnek ezek az elvárások. Hozzáteszem, hogy ez fordítva is van, pontosan azért mondom az ellenkező oldalát, hogy megmaradjunk a nemek egyensúlyában, igen, hogy mind a két fél nagyon sértett, nagyon áldozati, és természetesen mind a két fél megéri a pénzét, de a túlagyalás az... Azt én azt mondanám, hogy talán egy-egy jó beszélgetés még a házasság előtt nagyon jó lenne. És én erre szoktam mondani, hogy az esküvőre mindenkit felkészítenek, és jönnek a csillámpón is, nem tudom, patronok, meg a rizs, meg a szirom, rózsaszirom, csak egy beszélgetés nincs még előtte, hogy egyébként például van-e értelme a házassági vagyonszerződésnek? Teljesen, higgadtan, nyugodtan, pontosan azért, hogyha baj van, mert bármikor baj lehet, akkor úgy szálljon ki belőle mind a két, vagy három, vagy négy fél, pláne, ha gyerek is van, hogy nem csinálják ki egymást. Igen, csak ehhez baromi tudatosnak kell lenni, és lehet, hogy már a mi gyerekeink így fognak gondolkozni, de mondjuk az én generációm, akiknél szerintem azért a legtöbb a válás, a 40 pluszosok, akik mondjuk már 10-14 évet együtt vannak, azok még nem hozták ezt otthonról. Tehát, hogy egy házassági szerződés az azt jelenti, hogy Úristen, te nem bízol a másikban, és ki akar engem fogni. Jézus, már ez ugyanolyan dolog, mint hogy én abban semmi rosszat nem látok, mondjuk nem ide tartozik, de hogy mondjuk írjak egy végrendeletet. Hát mennyivel egyszerűbb lesz majd a lányomnak, hogy nem kell ott kavarogni a bürokrácia útvesztőjébe, de hogy ez nem egy tudatos dolog, mert nem ezt hoztuk otthonról. Azt hoztuk otthonról, hogy mindenáron, főleg, ha gyerek is van, azt együtt kell tartani. Az mindegy, hogy te megrohadsz abban a kapcsolatban, és elsorvadsz, és már se neki, se neked, mert itt azért két emberről beszélünk, se a gyereknek nem jó, hogy látja a folyamatos konfliktust, és hogyha még nincs is egy hangos szó, azért ezt mondjuk ki, a gyerek érez, és lát, és nem hülye, csak kicsi. Tehát, hogy ő pontosan érzékeli ezeket az energiákat, hogy mi van anyu és apu között, és egy pszichológus barátnőm mondta, hogy higgyem el, hogy rengeteg felnőtt ül a kanapén, és azt mondja, hogy Istenem, miért nem váltak el a szüleim? Mert egy olyan gyerekkorom volt, ami nem jó, ami káros volt az én mentális egészségemre. Te mit látsz egyébként így mediátorként? Hogyan, egyetlen ahol gyerek van, ezt hogyan intézik? Nagyon sok esetben hallani horror sztorikat, felhasználják a gyereket, tényleg egy lakásba maradnak csak azért, mert nem akar egyik sem engedni abból, hogy ezt ők együtt szerezték meg, és itt jön a házassági szerződés. Hogyan lehet ezeket, hát nem azt mondom, hogy kiküszöbölni, de mondjuk egy kicsit finomítani, vagy enyhíteni ezt a frekvenciát? Nekem van egy, nevezzük technikának, amit a mediáción találtunk ki a folyamatban, és ez az, amikor én egy 30 percen keresztül hát egy ilyen kisebb hegyi beszédet tartok annak a párnak, akik azért jöttek oda, hogy elváljanak, és még nagyon fújnak egymásra, mert van egy ilyen időszak így a mediáció első időszaka, első órájában, és én nagyon mélybe leviszem őket, és elmesélem nekik, hogy mi vár rájuk, hogyha beadják a keresetet, és ők harcolni akarnak, tehát nem megállapodnak, hanem bírósági perre akarnak menni. És erre azért vagyok nagyon büszke erre az időszakra, amit kitaláltunk a mediáció során, mert 10 esetből 9-nél visszafordítható az, hogy úgy jönnek, hogy fújnak egymásra, és ki akarják egymást csinálni, és ez a 9 ember átvált abba, hogy megijednek, rájönnek, hogy igen, ott rájönnek sok esetben, hogy ezt nem akarják, mert a gyereket tönkre teszik, a gyerek nekem nagyon jó adukártya. Én azzal nagyon jól tudok mediátorként érvelni, hogy én pont nem foglalkozom az ő érzelmeikkel, de azért a gyerekért tűzbe teszem a kezem, és ez a fél óra, ez segít nekik abban, hogyha elmesélem, hogy mi vár rájuk egy bírósági pernél, akkor megijednek, és inkább elkezdenek összezárni. És ez egy nagyon fontos pont, mert abban a pillanatban az a két ember, meg még a gyerekük, ha pláne 2-3 van, abban a pillanatban, abban a fél órában az én kezemben vannak, és ezt most nem úgy mondom, hogy én Istent játszom, egyáltalán nem, de ez egy nagyon fontos dolog,
hogy megértessen velük, hogy sokkal jobb túllépni magukon, és a saját igényeiken, de biztos, hogyha túllépnek egy-egy igényükön, kapnak cserébe a másiktól valamit. Hm. És ebben a pillanatban ott azt látom nagyon sokszor, hogy megszületik egy egészen új párkapcsolat, nyilván nem vissza a házasságba, hanem egy új szülőtársi kapcsolat, vagy akár barátság is egy pillanatra a csiráját meg lehet látni, és azt hiszem, hogy én ezt tudom mondani, nem tudok nagy megfejtést, hogy mivel lehetne ezeket elkerülni, minden eset más, és minden esetben ott van az egyik sértett, meg a másik sértett, és az ő lelküket simogatni kell, de csak addig szabad ezt megtenni, amíg ők lábra nem állnak, és azt nem mondják, hogy jó, innentől kéz a kézben, de végigmegyünk ezen a válási úton, vagy a válás útján, de úgy, hogy nem csináljuk ki egymást. Én csak ezt tudom mondani. Az is biztos, hogy megnehezíti a helyzetet, hogyha, nem tudom, én csak kérdezem, hogyha kisebb a gyerek, vagy nagyobb. Amikor én váltam, az én lányom 9 éves volt. Neki már azért nagyon jól el tudtuk magyarázni, és szerintem ez egy közös pont volt a volt férjem, hogy együtt mondtuk el, hogy mi már, mint a férj és feleség megszűntünk egymásnak, de mint anya és apa itt vagyunk addig, ameddig te élsz meg a mi szívünk dobog. De ő megértette ezt, tehát hogy nem hibáztatva egymást, hanem normálisan együtt leültünk, és ezt elmondtuk. Egy kisgyereknél, akár amikor neked voltak a gyerek, hát most se nagyok, de mondjuk 2,5 éve vagy 3 éve ezett még kisebbek voltak, ezt hogyan tudtad kommunikálni feléjük, hogy most egy változás lesz? Nekem azért volt különösen nehéz ez a helyzet, mert ugye nem egy, tehát engem is váratlanul ért a szituáció, hogy ezzel nézünk szembe. Igen. Tehát nem az volt, hogy egy pár beszéd történt, aminek a következtében tudomásról vettem, hogy mi történik, és akkor most ezt a gyerekeknek valahogy közölnünk kell közösen, hanem engem is váratlanul ért. És én azt éreztem végig, hogy egy kicsit így próbálom lapátolni, tehát hogy mindig menteni a menthetőt, hogy így zuhannak a tányérok, meg a porcelánok, és én rohangálok, hogy így elkapjam, hogy így próbáljam az ő szempontjukból is menteni, meg nehezítette azt, hogy nem volt kommunikáció, tehát mindig adott volt egy helyzet, amit nekem valahogy kommunikálni kellett nekik, hogy most apa nem jön haza, apa valahol van, valaki... egy új személy belép az életükbe, új gyerekek lépnek az életükbe, és ez nagyon-nagyon rövid idő alatt történt, tehát mondjuk 2 hét leforgása alatt, és most 2 ilyen pici gyereknek ezt megmagyarázni, és egy idő után eldöntöttem azt, hogy mivel ez így ránk zódult, és azt éreztem, hogy nem tudom irányítani az eseményeket, mert mindig kapok valamit, amivel adott szituációval kezdenem kell valamit, ezért úgy döntöttem, hogy ilyen nagyon higgadtan próbálok a lehető legőszintébb lenni. És a mai napig ezt próbálom gyakorolni velük, bármilyen kicsik is, hogy az ő nyelvükön a lehető legőszintébben elmondani, hogy most ez a helyzet van, mindannyian imádunk titeket, ez a legfontosabb, csak ez számít, és bármi jön, bármilyen szituáció, ezt mi közösen meg fogjuk tudni oldani, mindegy, mi következik. És attól az elképesztő média felhajtást, hogyan tudtad őket megkímélni? Vagy mennyit érzékeltek egyáltalán belőle? Én azt gondolom, hogy őket azért sikerült ettől megmenteni. Ez köszönhető volt nyilván a közvetlen környezetünknek is, meg az intézményeknek, ahol tanultak, hogy azért rendkívül sokan segítettek nekünk, és érezték, hogy azért ez egy nagyon kielezett szituáció, és nyilván kértünk szakember segítségét is, a gyerekpszichológusok segítették az utunkat, úgyhogy akiknek nyilván nagyon hálásak vagyunk, és a mai napig, meg hát azért erről jó, hogyha szerintem tudnak, vagy hallanak azok a hölgyek, anyukák, apák, férjek, akik esetleg hasonló szituációkban vannak, hogy nem divatos azt gondolom segítséget kérni, pedig van. Van, és lehet, és kell, és szükséges is, és azt gondolom, hogy több szakemberrel is érdemes konzultálni, nem csak egy véleményt meghallgatni, mert mindenki másként látja a világot, mindenki más tud hozzátenni az életünkhöz, úgyhogy szerintem ezek nagyon-nagyon szuper jó dolgok és lehetőségek. Marika, neked mennyi volt a lányod, amikor ti váltatok? Ő már nagyocska volt, szóval 17. És akkor elmondtad, hogy leültetek? Nem, beszéltétek? Nem, hanem
a Miklós megkérdezte, hogy ugye anyuci elment, de mit szólsz hozzá? És a Kriszti azt mondta, hogy engedd. Tehát nagyon. De nálunk ez nem volt gond, mert mi egy, meg sem beszéltük, hogy kinél lesz a gyerek, vagy hogy lesz a gyerek. Az annyira egyértelmű volt. Tehát egy színházban dolgoztunk, együtt éltük az életünket, csak már akkor külön, és tehát a gyerek volt a lényeg. Tehát ott nálunk nem. Úgyhogy később aztán a Kriszti mondta is, hogy ő olyan szerelmet akar, mint a miénk volt. Mert neki ez tetszett, hogy tudod, ez az állandó sevele, se nélküled, és harc, és nem tudom mi, micsoda. Úgyhogy ő neki nem volt ebből problémája, és nem is éreztem, hogy lehetne, mert annyira ő volt a központ. Ő volt a központ az életünkben. A férjemnél is, meg nekem. Tehát figyeltetek arra, hogy ő ebből a lehető... Semmi igen, olyan nem volt, semmől nem volt. Nem volt ilyen, hogy megosztás, hogy igen, most minél van a gyerek. Igen. Hogy most ráérsz, gyere már, vigyed, vagy most tehát nekem el kell menni, te gyere már. Nagyon intelligens módon igen. Két emberem múlik. Ez abszolút, én is nagyon jóba vagyok a volt férjemmel, úgyhogy hál' Isten ez. Mert hogyha szeretett is. Valaki, ha valaha szeretett valakit, az nem múlik el. Csak a szituációk változnak meg. Én nem is értem, amíg rohadék, mert mit csinált velem? Mert nem ezt ígértem, mert azt mondta, hogy szeret, és akkor nem, hát akkor milyen, meg ezek a női híjúságok, meg a férfiak a pénz. Férfiak is, ó, de híjúak. Hát meg a pénz, és itt jön be, amit a Dorka mond, meg a pénz. Igen, meg a pénz. Egy kicsit visszacsatolva itt a házassági szerződésre, hogy azért itt, nem tudom, Magyarországon ettől így nem tudom, idegenkedünk, vagy így állunk hozzá, akkor nem hiszem, azért vannak kultúrák, ahol ennek nagyon komoly szabályai vannak, és azt gondolom, hogy hát azért van mit tanulni onnan, például a zsidó házasságokat, ha tekintjük, ott ugye ezen komoly írott szabályai vannak, és hát azért a válási arányok sem olyanok. Épp most olvasgattam, hogy melyik országban milyen, hány év után válnak el az emberek, és Japánban például 11 év kell ahhoz, hogy elege legyen két embernek egymáshoz. Angliában 14 és fél év. Los Angeles-t néztem még, azt hiszem, hogy ott 12 és fél év volt szintén az, hogy ameddig az emberek együtt vannak egy házasságban. Magyarországon nem csináltak ilyen statisztikát, szerintem elég brutálisan rossz a szám, de még egy gondolat erejéig hagyd térjek vissza arra, amit itt beszélgetünk arról, hogy igen, a bizalom meg a szeretet, de akkor is én mediátorként azt látom, hogy a pénz az egy rendkívül fontos eleme a válásnak, és azt tapasztalom, hogy minél több van valakinek, annál inkább számít a gyerekhez képest. És talán a 14 és fél éves praxisunkban eddig egyszer volt olyan eset, amikor itt volt nálunk egy, hát mondhatom, egy milliárdos ember a feleségével. A felesége egyetemen tanít, szerintem még most is van egy közös gyermekük, és ott ültek a mediáción, és nem értettük, hogy miért van az, hogy amikor az osztozkodásra kerül a sor, akkor még az anyagiakról mediátorok bőven egyeztethettek. Ma már nem egészen így van, ma már nem nagyon megyünk bele papírforma szerint abba, hogy kinél mennyi pénz maradhat, vagy ki mit szeretne. Egyszer csak az történt, hogy elkezdtek licitálni, és a férfi azt mondta, hogy szívem, szeretném, hogyha nálad még maradna 2 millió forint. Mire mondta a feleség, ugyan nem kell, nálad maradjon. Erre a férj mondta, hogy de nem, inkább maradjon nálad, nem is 2 millió, ne is 4, hanem legyen 7 millió forint. És ott ültünk Zsoltál, és nem értettük, hogy hogy lehet két ilyen ember nem biztos, hogy jó társak az életben, és jó társak maradnak a válások után, mert nem egymást kisemmizni akarták, hanem áttolni a másik térfelére a pénzt. Egyébként volt nekik. De azt kell mondjam, hogy minél több van a nagy számok alapján, annál inkább a pénz az úr a gyerek fölött, és nagyon sokszor történik meg az, hogy amikor a tartásdíjra kerül a sor, már addig megegyeztünk sok mindenben, akkor felülírja a tartásdíj kérdése azt, hogy ja, ha nem kapom meg a 120 ezer forint per gyerek tartásdíjat, ezt már férfi is mondhatja egyébként, akkor viszont nem leszel annyit a gyerekekkel. És ez egy hihetetlen csavar, gyakorlatilag egy ilyen gordiuszi csomó, mert nem tudjuk abban a pillanatban, hogy melyik elemét húzzuk ki ennek a Jenga játéknak, megtartva a két embert, hogy mégis eljussanak arra pontra, hogy ne váljanak harcban. Azon gondolkoztam itt közben, hogy nem csak, hogy magunk
van kell elrendeznünk ezt a gyászt, és ahogy a Marika nagyon jól mondta, hogy mindegy, hogy ki mondja ki, akár én mondom ki, akár a másik, akkor is ez egy gyász folyamat, hiszen lezársz egy korszakot az életedből, és elindulsz itt teljesen új felé. Hanem ott a környezetünk is, a barátok, a közös társaság, a szülők, esetleg a dédszülők, nagyszülők, tehát, hogy, és akkor mindenki egy kicsit ezt ilyen közügynek tekinti azt, hogy ezt vagy elrendezze, és akkor jönnek az akarva, akaratlanul kapott jó tanácsok, rossz tanácsok, megjegyzések, de hogy egy minőségi élet is változik, hiszen a barátok, akik eddig a család barátai voltak, azoknak is valamilyen szinten kell egy szakítás. Állást foglalni. De ez a kérdésem, hogy kell-e? Mert szerintem nem. Nem. Tehát, hogy miért kéne, de valahogy az emberek úgy érzik, hogy valahova tartoznom kell, most, hogyha úristen, a feleséget támogatom, de jobban vagyok a pasival, most azt fog megharagudni, a pasit támogatom, akkor a feleség. Nem is kell. A kérdése, vagy egy ideális helyzetben nem kellene, de ha nagyon szélsőséges a válás, és nagyon haragosra sikerül, most mondjuk az esetemre gondolok, akkor akarva akaratlanul is ez megtörténik. Ez megtörténik is. Egy intelligens válás esetén, és ezt mondom neked, tehát, hogy nálunk ugyanez volt. Tehát, hogy a barátok nem tudtak dönteni, és nagyon, nagyon szétszakadt az a mi társaság. Esetünkben egyébként kevés, de van olyan, aki megmaradt, hogy tartja a kapcsolatot. Igen, de tudod, mitől van ez? Mert a két félnek vannak elvárásai a barátokkal szemben, hogy na, neked mi a véleményed? Nem ha nem kérdezed meg, vagy nem mutatod a lelked fájdalmát, vagy ide-oda, akkor azok nem nyilvánulnak meg. Valószínűleg nem nyilvánulnak meg. De hogyha én nem beszélek az én vállásomról, mondjuk, akkor te nem nyilvánulsz meg. Nincs hozzászólni valód. Hát de hogyha azt mondom, hogy képzeld el, azt csináltam velem is, hogy azt tudok, és akkor igen, és akkor nézek rád, akkor azért csak megnyikansz, hogy most akkor neked mi az álláspontod. Hát jó, de én akkor ki lehet ebbe téged, forszírozni. De én például, én azt választottam, hogy én szinte hermetikusan elzártam magam mindent, tehát én nem osztottam meg ezeket a barátaim, kettő ember volt, aki így végigélte velem, de mégis egy akarva akaratlanul egy döntésre kényszerültek, vagy magukat akkor kényszerítették. Akkor a féljed részéről indult el. Nem. Egyszerűen én azt érzem, hogy az emberek dönteni akarnak, vagy nem. Valahova, tehát a lojalitás az egy erős út ahhoz, hogy ne veszítselek el téged, ha te válsz az ismeretségemből, vagy a barátságomból, de ne bántsam meg a másik felet, akit egyébként kedvelek, de az is fontos, hogy melyik fél oldaláról van az adott barátság. Mert nyilvánvaló, hogyha van egy nő, akinek vannak barátnői, vagy van baráti házaspár, akkor nagyobb valószínűséggel a nő oldalán megmarad meg ez, mint ahogy a férfi oldalán, valószínűleg nem fog a nő a férfi barátjával, vagy barátaival elmenni foci meccsre, és ott örjöngeni, és beszélgetni arról, hogy mi történt a nem tudom melyik Forma 1-es versenyen, mert teljesen más a kontextusa, de az emberekben egyrészt van egy félelem, és a barát is meg akar felelni neked? Mert támogatni akar, de a nem támogatásával is kifejezi az elhatárolódását, miközben szeretne bekapcsolódni és segíteni, te meg nem akarod őt bántani, hogy bevonod. Tehát óhatatlan egy ilyen lábújhegyen tipegés lesz az egész. Én azt mondom, szerintem az idő nagy úr, és az mindent meg tud oldani sok esetben. Szerintem pedig itt jön képbe az, hogy minél jobban túl gondoljuk ezt a részét, annál rosszabb. Tehát, hogy úgy hagyni akkor igaza van Marikának, hogy mit kell ezen ennyit túlgondolni? Abszolút egyetértek vele. Mondjuk az én esetemben már ez is csak azért volt nagyon speciális, mert hogy mivel a nyilvánosság előtt zajlott, azért nem kellett semmit mondanom, mert úgy is tudták. Valami véleménye, tehát ha nem mondta, akkor is volt valami véleménye az eseményekről. Úgyhogy nekem nem kellett meg sem szólalnom, aki akarta, megnézte, aki nem, és akkor így el volt rendezve. De ez tény és való a viccet félretéve, hogy szerintem mindenkinek kell elhelyezkedik ide vagy oda. Tehát valamelyik oldalon állást kell foglalni. Valamilyen szinten, vagy ők akarnak állást foglalni, van. Mert nem várjuk el, persze. Mondjuk én helyeztem rájuk ezt a nyomást, hanem
kialakult ez a helyzet, ez a szituáció? Azt hiszem, hogy amikor az ember döntést hoz, vagy döntést hoz más ő helyette, hogy akkor válásra kerül a sor, az akkorban akaratlanul egy kudarc élménnyel is társul. Kudarc a kapcsolatban, a bizalomban, saját magamban. Ugye most a férfiakat nem tudjuk megkérdezni, hogy az ő férfiasságukra ez milyen hatással volt, de ti nektek a nőiességetekre milyen hatással volt a vállás? Mennyire értékeltétek magatokat esetleg alul, vagy akár egy kicsit följebb? Nehéz kérdés, mert engem első körben természetesen a nőiességében is az embert bántja, de nekem főként nem ez volt a legnagyobb fájdalmam, hanem így emberileg. De megint csak azt tudom mondani, hogy az enyém, minden vállás nagyon különbözik, de az enyém nagyon speciális volt ebben a tekintetben is. Tehát, hogy nekem így emberileg volt ez egy hatalmas csalódás első körben, első sorban. Ezt kellett nekem valahogy megemészteni, hogy hogyan tudtam magamat, őt is ennyire félreismerni, és ezt az egész szituációt, és ezt az egész helyzetet. És majd utána idővel kellett azzal foglalkoznom, hogy nőiességemben ez mit jelentett. Vagy de ott megbántva érezted magad? Vagy inkább az emberi része volt erősebb? Igen, valahogy az annyira erős volt, hogy az túltengett minden más. Tehát az volt a dominánsabb. Abszolút. Marika, neked volt a nőiességedben, vagy a kudarc élményedben? Vagy nem kudarc élményem volt, de ilyen nőiesség, nem, azt hiszem ez a nagyon hívő emberek. Jellemző az, hogy a nőiességükben, mert én tudtam, hogy én egy nő vagyok, egy jó nő vagyok, hát sem most ezzel nincs. Nem kell ezt tudni, abszolút így. Nem, ilyen formában nem volt, tehát a nőiességemben nem, mert volt egy egészséges önbizalmam, de nem ilyen fölülértékelt, vagy alulértékelt, hanem ez úgy nem játszott szerepet, hogy ez most nő, vagy férfi, vagy valami, ez egy szituáció volt. Nem. Tehát inkább a kudarc volt, ami nálad erősebb volt. Igen, azt de saját magam felé is, hogy mi vagyok ilyen. Na, de akkor amit a Melanie mond, az majdnem ugyanez, hogy inkább az emberi része volt igen, neked. Igen, hogy miért nem bírom én azt, amit bírni kéne. Igen. Valamit hadd osszak meg egy... nagymamám bölcsességét, aki szintén nagyon-nagyon sok nehézséget élt meg az élete során, és a válláson kapcsán is, meg azelőtt is, meg azután is bármilyen nehézség jön az életemben, mindig egyet hajt, és egyet mond, hogy lányom, minden gond akkora, mekkorát csinálsz belőle. És ő így élte az életét, 5 lánya van, illetve sok-sok unokája, de mindegyikünknek ezt hozzátartozik ez a bölcsesség. Na, még mondok valamit. És ez nekem sok esélyt. Én mindig, amit te mondasz, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb boldogság a létezés. Az, hogy a földre születünk, hogy itt vagyunk, hogy tehát, hogy vagyunk. Na most ezen belül, ha valami jó adódik, azt meg kell köszönni. Azért hálásnak kell lenni. Ha valami olyan dolog van, ami például vállás, ami nem nagyon fincsi, akkor az egy probléma. Azt meg kell oldani. A létezésen belül. Tehát nem kell belerokkanni fájdalmas gyászérzés, mindent, de azt is meg kell érni. Az életben nem csak jó van, hanem rossz is van. Tehát ezeket meg kell élni, és meg kell élni, mert ez is a létezéssel való dolog. Úgyhogy az ő nagymamája, amikor azt mondta, hogy minden gond akkora csinálni belőle. Nem kell akkora gondot csinálni belőle, élni kell az életet. Hát most már ezt tudjuk, hogy te így éled, tehát te nem agyal sokat, és egyébként igen, ez szerintem egy irigylésre méltó dolog, mert én agyalós vagyok, és lelkiző, és borzasztó egyébként, és főleg... Na, tehát én is érzek az ilyet. Ezt tudom, Marika, nem. Jó Istenem, hogy te nem gondolkodom érzel. Is, mert hanem, hogy vagyok. Hogy te nem bonyolítod, ez van, ezt meg kell oldani. Egy praktikus ember, mert ez van, ezt meg kell oldani, de azért ez nem egyre fekete és fekete.
szemöldökeit. Igen, de szemöldök én is. Tudom, hát tudom, és hát nálad érzőbb ember, tényleg, úristen, nehogy félreértem, nem így akartam. Nem gondoltam, hogy ma még nevetünk, de Marikának azért ezt is köszönhetjük. De mit látsz egyébként így zárszóval, mert hogy ugye a Melanie részéről is, részemről is, és talán a Marika rész is azt hangzott el, hogy itt ilyenkor már nincs nőiesség, férfiasság, hanem egy emberi csalódás van, hogy ez a több, ez a tapasztalat, vagy inkább a nőiesség és a férfiasság is romlik ilyenkor? Egyrészt mind a kettő romlik. Egy férfinél ugyanúgy romlik az önértékelés, hogyha a felesége egy másik férfival kezd mondjuk a házasság alatt kapcsolatot, igen, és fordítva. Tehát ez egy blokk. Az, hogy mennyit csalódnak egymásban, az akkor derül ki, amikor eljutnak egy pontra, ahol mégis születik egy megállapodás, vagy mégis születik egy egyesség. Mert ami itt megszületik emberi oldalról, az segít abban, hogy az ő nőies vagy férfias mi voltukban való sérülést mérsékelje, mert az erősebb inger elnyomja a gyengébet, és hogyha itt kaptak valamit, akkor hajlamosak arra, hogy ezt kicsit jobban elengedjék. De én nem mondanám, hogy most, ha visszagondolok az utóbbi pár évnek a mediációs eseteibe, akkor ott már nagyon hamar kiderült, hogy valamelyik félnek van egy külső kapcsolata. És ennek az asztalra kirakása, az megbeszélése, a csámcsogása, megesszük, újra kihányjuk, és hogy tényleg jussunk el a mélyig, mert ezt ők szeretnék, sokszor az ügyfelek szeretnék, hogy mindenki mondja ki magáit, akkor azért azt látom, hogy az emberek mostanában inkább a nőies és férfias mi voltukban való sérelem miatt akarnak tovább lépni a házasságukból. Uh-huh. Tehát a Németországban végeztek egy felmérést nem olyan rég, és ott 21,9%-a a párkapcsolatoknak azért megy félre, mert valaki bejön a kapcsolatba, egy házasságba, és innentől már hárman élnek egy darabig benne. Nem tudom ezt sem, hogy Magyarországon hogy van, én csak azt látom, hogy sokkal több amiatt a mediáció, hogy valaki egy párnál megjelenik a harmadik, de az nem feltétlenül kell, hogy házastárs legyen. És abból ki akarnak jönni, de egy biztos, bármelyik fél is sértett, a másikat meg akarja tiporni. Most ezt a korszakot éljük, nagyon kevés igazi értelmes mediációt láttam sajnos, abból a szempontból mondom ezt, hogy valaki kiesik a folyamatból, aki nem akarja végigvinni, vagy inkább úgy dönt, hogy elmegy bíróságra. És milyen furcsa az, hogy amikor egy pár bejelenti, hogy elválik, és rögtön az első kérdés, hogy van valakit, vagy van valakie? Nálunk például ez nagyon furcsa volt, mert nálunk nem volt. Én hoztam meg ezt a döntést úgy, hogy volt férjem egy kicsit nehézkesebb volt ebből a szempontból. Ő is szerintem eljutott volna ide, de én mondtam ki hamarabb, nálunk nem volt harmadik fél. Talán ezért tudtuk normálisan és intelligensen megoldani. Így is volt sértettség, így is volt, de hál' Isten ez nagyon rövid ideig tartott. De mindig valahogy ezt nem hiszik el, hogy egy ember, és ez legyen akár férfi, akár nő, azért lép ki, mert ez elfáradt, mert úgy érzi, hogy ebben elsorvat, már nem tud teljes lenni. Bennem nagyon erősen motivált az érzés, hogy én hittem abban, hogy én még boldog leszek másra, és meg fogok élni egy olyan párkapcsolatot, ahol én most tartok, és biztos voltam abban is, hogy a volt férjem is fog találni egy nálam, nem mondom, mert ezt sosem mondjuk, hogy ő jobb vagy nem, egy más minőségűt, ahol ő meg tudja élni azokat a dolgokat, amit esetleg a mi házasságunkban nem tudott. Most így ránézve, Melanie, az elmúlt 3 évre, te készen állsz egy új kapcsolatra, vagy tehát mennyire változott meg a viszonyod a férfiakhoz? Mennyire lettél óvatosabb, vagy azt mondod, hogy igen, én tudom, hogy rám vár egy boldogság, vagy már abban is vagy? Én egyrészt tudom, hogy rám vár a boldogság, másrésztről nagyon is kiegyensúlyozottnak és boldognak érzem magam, és egy kicsit így csatlakoznék megint csak a Marikához, hogy én most nagyon élvezem ezt a saját lábamon önmegvalósítok, élem az álmaimat, azt csinálok, amit akarok. Szingli is lehetek, ismerkedhetek is, tehát hogy én ennek most így nagyon teret adok, és azt gondolom, hogy talán ennyire önazonos és ennyire kiegyensúlyozott még nem voltam, de ehhez nagyon sokat kellett dolgoznom az elmúlt 2 évben. De ez talán soha nem jött volna ki, hogyha ez a dolog nem történik. Abszolút. Igen, de a házasságban is nagyon nagy szükség van a szabadságra. Tehát
ha a két fél közül az egyik elnyomva érzi magát, vagy szolgasorba taszítva, vagy valami, hát akkor az borzalmas. De hát a szabadságot, hogyha mind a két fél részéről megvan, akkor azért könnyebben elrendezhetők még a hibás dolgok is. De csak, hogy válaszoljak a kérdésre, én abszolút nyitott vagyok, és azt gondolom, hogy ez egy... Én is, hát mindenki nyitott. Ez már egy másik szombati téma. Egy biztos, hogy azért egy ritmusba kerültünk, mert azt mondjuk mindannyian, hogy dolgozni kell ezen, magunkba is kell nézni, nem mindig a másikra kell húzni azt a vizes lepedőt, és egy válás hozhat jót is, akár a te esetedben, és az életben, hogy igen, akkor nehéz volt, de soha ennyire stabil és kiegyensúlyozott nem voltál. A Marikától megkaptuk azt, hogy ne agyalj, és ebben is annyi igazság van, bár egyszerűen hangzik, de igen, lehet, hogy nem kell mindig túl dimenzionálni dolgokat. Úgyhogy szerintem valamilyen szinten azért egy ritmusba kerültünk, azzal abban egyetértünk, Dorka, hogy válni sosem egyszerű, és válni sosem könnyű, és valóban intelligencia kérdése, hogy két fél, hogy áll a másikhoz. Nyilván ez most egy hülyeség, hogy van egy jó tanácsod azoknak, akik éppen ebben a cipőben vannak, de te mediátorként mondjuk, ha lenne egy ilyen üzenet, akkor mit mondanál itt a végén? Hát, hogy mindenki vegyen elő egy Hahota című könyvet még a 80-as évekből, tegye az éjjeli szekrényére, és lehet, hogy furcsa hangzik, de a humor az elengedhetetlen egy jó válásban. Igaz! Jaj, de jó! Igaz! Igyekeztem, hogy ne felejtsem el ezt a mondatot. Igaz! De azt hiszem, hogy talán enélkül nem lehet. Az életet sem lehet megúszni. Hát ez biztos. De, a humor sok mi mikor először váltunk, akkor a Miklós megkérdezte, hogy hova megyünk bankjátra? És mentetek? Persze. Na de nem az a humor tényleg, az nagyon. Azt hiszem, hogy azt mondod, hogy hova megyünk bankba. Nem hova bankba. Vannak már, tudod, már tartanak ilyen vállásbulit, és azért ez egy tudod, kijöttünk a bíróságról, és akkor banketre. De egy fontos, bocsánat, nagyon fontos történet, külföldön, nem emlékszem, hogy melyik országban, egy feleség elvált a férjétől, és rendezett magának egy vállási bulit, ahova meghívott pár ledéröltözetű, kockáshasú, medence tisztító fiúnak kinéző fiatalembert, és az egyik annyira betalált nála, hogy össze is házasodtak. Csodálatos. Ha ezt a történetet előbb osztod meg, akkor... Akár, hogy ezt csak most hallottam. Hát, na, de akkor tud. Még nem késő egy ilyen bulit. Magyarországon még nem volt ilyen szerintem, úgyhogy itt hát a ilyen. Ennyi kész. És azért hozzáteszük, hogy a várótársas előadás is egy kicsit erről szól, tehát, hogy ezt kicsit humorral hogyan járjuk körbe, miközben azért nagyon nagy mélységei vannak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és szerintem egy ritmusba kerültünk humorilag. Azért olyan nagy agyalások és megfejtések nincsenek. Én még azért zárszóba azt mondanám, hogy minden ítélkezőnek, vagy annak, aki bármilyen szinten bele akar szólni más életébe, az ne tegye. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy két ember között mi történik, miért jut el oda. Nem lehet senkire ugyanazt a színű zsákot ráhúzni, a sztereotípiákat. Szerintem fölösleges ilyen szinten beleszólni más életében, és még akár a családtagoknak is. Az a két ember tudja csak, hogy az zárt ajtók mögött mi történnek, és minél jobban kíméljük a gyereket, és szerintem igenis lehet egészséges felnőtt elvált szülők gyereke is, sőt, hogyha kellően odafigyelünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és szépen. Ilyen őszinték voltatok, és behoztátok a humort, és nem agyalok, Marika, megígérem. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.